Erős volt a sodrása a vasárnap a Tiszának vásárosnaménynál. Medrében maradt a folyó, de megközelítette a 600 cm-t. Elsőfokú készültséget azonban nem kellett elrendelni. Ez a grafikon a vízállás mutatja a Tiszán vásárosnaménynál. Látszik, hogy vasárnap január 22-én volt a csúcs, azóta folyamatosan csökken a vízszint. Az előrejelzések szerint a hétvégére 200 alá a folyó festője a látvány újfehértó határában, távolban a templom és a víztorony, előtérben pedig a tó. Csak hogy a víz itt nem kívánt vendég. A városi külterület többségében magántulajdonban van. A gazdák most arra várnak, hogy változzon az időjárás, és a föld felszívja a fölös vizet, mondta kérdésünkre Hosszú József polgármester. A városnak hatalmas külterülete van, 14 ezer hektár a város külterülete, ahol a külterületi útjainknak is nagyon nagy gondot okozott ez a e, csapadékos téridőjárás, illetve azokat a kaszálókat, amelyeket korábban kaszálóként használtak. Ott most a, a víz az úra, hogy a költő mondta annak idején. Tehát most jelenleg azért a város nagy részének a külterületén a víz az komoly problémát okoz. Belterületen viszont részben az önkormányzat feladata a belvízmentesítés. Annak érdekében, hogy eltűnjenek a pocsolyák a földutakról, nagyszabású útépítési programot folytat a város. Újfejton jelenleg 56 olyan utca van, amely nem rendelkezik szilárd burkolattal. Csapadékvíz hálózat kiépítettsége folyamatosan javul. Az elmúlt három évben több mint egy milliárd forintot nyertünk uniós forrásokból, amelyeket azok arra fordítottunk, hogy a városnak a főbb gócpontjain lévő csapadékvizelzetési problémákat orvosoljuk. Ebben az évben is két ilyen projekt fog még megvalósulni, de folyamatosan nézzük a lehetőséget, hogy, tudunk, hogy tudnánk még erre forrás szerezni, hisz saját forrásból sajnos erre nem sok minden felfut. Jó ideig maradnak még a pocsuják, hiszen az előrejelzések szerint csütörtöktől további esőre lehet számítani Újfehértó környékén és az egész vármegyében. Változásra egészen február első hétvégéjéig kell várni.